Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Fuss az iskoládért címmel futóversenyt rendeznek a hétvégén. A szervezők az Euronix, a Rotary Club és a Vedac több mint 4000 indulóra számít. Tavaly egyébként 3000-en vettek részt a versenyben. Most aki elindul, az induláskor pólót kap, a beérkezéskor pedig egy kis ajándékcsomagot. A következő percekben minden információt meghallgathatnak, a sajtótájékoztató jártunk. Körünkben jelenlévő személyeknek nagyon komoly szerepe van abban, hogy az idei tavaly már megváltozott nevű futónapunk sikere biztosítva legyen. Egy újragondolt és egy átgondolt folyamatnak köszönhetően már tavaly elindult az Euronix Rotary futónap rendezvénye. Ez az úgynevezett nagyvárosi futónapnak a folytatásaként került bevezetésre. Korábban ismert volt a Stop Shop futás itt a városban. Ez egy kicsit kibővült és átgondolt változatban, újrahasznosított változatban frissen került a veszprémi közönség elé. Ezt bizonyította az is, hogy több mint 3000-en jelentkeztek első alkalommal erre a futásra. Az idejében egyébként közel 4000, vagy talán még 4000 főt meghaladó rendezvénnyel is számolunk. A futónapot a két korábbi névadó szponzor, a Stop Shop és az Intersport mellett az Euronix is felkarolta, illetve a Vedac szervezésében a Rotary Balatonfüred és Veszprém klub indította el magát az ötletet, hogy az iskolák részére egy Fuss az iskoládért akciót hirdetve sporteszközhöz juttassuk az iskoláknak az aktívabb részét, azaz amelyik iskola több gyermeket tud mozgósítani, illetve akár a gyermekek szülőit is, akár a tanárokat is, ezzel az iskoláját helyzetbe hozva nagyobb összegű támogatáshoz juttatja a saját iskoláját. Ezzel kapcsolatosan már tavaly egy együttműködési megállapodást kötöttünk a Vedaccal, Németh Attila úrral, amely megállapodás nem csak és kifejezetten erre az egy rendezvényre korlátozódik, de a súlypontja ez a rendezvény mindenféleképpen. A Rotary Club Balatonfüred Veszprém egyébként egy két éve alakult közösség, amely Balatonfüred és Veszprém városát és a régióban élőket, hátrányos helyzetűeket, illetve rászorulókat, fiatalokat és az egészségügyet kiemelt ügyként kezeli. A Rotary egy nagy nemzetközi civil közösség, amely 1.200.000 taggal az ENSZ-ben is tanácskozási joggal rendelkező, talán a legnagyobb civil szervezet a világon jelen pillanatban, de az egyik legnagyobb hatású, ez egészen biztos. Nagyon komoly nemzetközi projektjei mellett országos, illetve ahogy látszik ebből a programból is, regionális eseményeket szervez, segít, az önzetlen szolgálat a legnagyobb és a legkomolyabb jelszó, amit a Rotary tagok önmagukénak vallanak. A 50. klubként alakultunk, és gyakorlatilag már akkor fölépítettük azt a gondolatot, hogy 2023-ra, amikor az atlétikai világbajnokság is Magyarországon kerül megrendezésre, és már ugye ismert volt, hogy az Európai Kulturális Főváros Program kapcsán Veszprém is egy aspiráns jelölt, mi már akkor egyrészt azt gondoltuk, hogy ez nem csak egy aspiráció és egy lehetőség, hanem egy megnyerhető valami lesz,
és hát lám az álom valósággá változott, és az a felépített gondolat, amit mi kvázi egy hidat képezve Füred és Veszprém között, a Balaton és a Bakony régió között, akkor gondolatban felépítettünk, ez most megvalósulni látszik, hiszen ez a gondolat, ami ezt a futónapot elindította, ez olyan irányba fejleszthető, hogy egy Veszprém és egy Balatont összekapcsoló regionális futóversenyt szeretnénk az egészből 2023-ig létrehozni. Ennek megfelelően idén már rengeteg változás lesz, erről majd a fiúk beszélnek konkrétabban. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jól elindult, és nagyon sok energiát teszünk abba, hogy ez egy jól folytatódó rendezvény sorozattá bővüljön. Most itt az asztalnál négyen ülünk, és mind a négyünknek feladata van ebben a programban, és ez a program nem jöhetett volna létre még számos olyan ember nélkül, akiknek most nem jutott hely az asztal mellett, és én erre szeretném kihegyezni a hangsúlyt, hogy a futóversenynek, vagy magának a szabadidős programoknak, rendezvényeknek egyébként nagy múltja van a városban. A futóversenyeket döntően a Vedac szervezte az elmúlt év, mondhatom azt, hogy évtizedekben, hiszen tényleg egy nagy hagyományú rendezvényről van szó. Viszont nyilván önmagában a Vedac nem tud egy ilyen volumenű rendezvényt lebonyolítani, és ezért is ezt szeretném hangsúlyozni, hogy egyrészt egy viszonylag friss egyesület a Rotary Klub a régióban, hogyha lehet ilyet fogalmazni, viszont kezd erősen intézményesülni, hiszen évente több olyan esemény is van, ami a városi közéletet, a városnak a kulturális életére is hatással van. Úgyhogy én ezt szeretném megköszönni a Rotary Klub minden elnökének nyilván, meg a tagjainak is. És a mai esemény mutatja azt, illetve már a tavalyi is, hogy nem csak a kulturális területen jelent meg a Veszprémi vagy Balatonfüred Veszprémi Rotary Klub, hanem a szabadidő vagy a tömegsport is a fókuszába került. Van egy professzionális sportegyesületünk, ez a Veszprémi Egyetemi Atlétikai Klub, van egy nagyon erős közösségünk, ez a Rotary Klubunk. Nyilván az önkormányzat saját lehetőségeivel segíti ezt a programot, és fontos az, hogy vannak olyan veszprémi vállalkozók, akiknek fontosak ezek a programok. És hogyha az Európa Kulturális Fővárosa pályázatunkat visszaidézzük, ugyanez a szemlélet volt a pályázat megírásában is a fontos, hogy itt a városban működő, az önkormányzaton kívül a városban működő civilek, illetve a vállalkozásoknak az együttműködése az, ami garancia a sikerre. Az megmaradt továbbra is, hogy az egyik legfontosabb cél, hogy megmozgassunk minél több embert, hogy egy kicsit legalább kipróbálja, hogy milyen az, amikor szabad levegőn fut egy kicsit, segítenek neki bemelegíteni, egy közösséghez tartozik, hogy egy atlétika klub vagy bármelyik másik sportklub is ezt jó részt tudja nyújtani, és ebbe egy kicsit belekóstoljanak a szülők is, illetve a fiatalok is. És ezt elbújtattuk ugye egy olyan köntös mögé, hogy az iskoláknak sporttámogatást adunk, és ez a sporttámogatás ez arról szól, hogy mindegyik iskolában jobb minőségben tudjanak, vagy jobb lehetőségekkel tudjanak sportolni a diákok. Ezért nem azt szabtuk meg tavaly sem, és idén sem, hogy futócipőt kell vegyenek, vagy focilabdát kell vegyenek, hanem az iskolák, illetve a Veraszak a szakemberi együttműködve határozták meg, hogy az adott sporttámogatás összeget azt mire költsék el. Így tavaly is igen, volt olyan iskola, aki futócipőket kért, volt, aki ugróárkot, volt, aki pályafelfestést szeretett volna megvalósítani, illetve valósított meg. Ugye ennek tavaly végül októberben lett vége, mert voltak olyan építési munkálatok, amik addigra tudtak befejeződni. Amit idén megváltoztattunk, hogy egyrészt tavaly az általános iskolákat kértük csak, hogy vegyenek részt a programban, idén pedig elkezdtük bevonni a középiskolákat is. Ezt azért tettük, mert tavaly is már volt a középiskolák részéről megkeresés, hogy ők miért nem vehetnek részt, vagy miért nem vehetnének részt a programban. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy ezzel is tudjuk növelni a magának az eseménynek az ázsióját, a megmozgatott tömeget, és azt viszont megváltoztattuk, hogy még tavaly két kategóriába soroltuk az iskolákat, kis és nagy iskolák kategóriába, idén egyetlen kategória van, az első, második és harmadik iskolát díjazzuk, ami diákméterben mérünk. Az iskolák díjazása úgy alakul ki, hogy létszám arányosan hány méter futnak azok az emberek, akik az iskoláikra szavaznak. És azért mondtam, hogy emberek, mert nem csak a diákok, hanem a szülők, a tanárok, bárki futhat és szavazhat
egy szavazó cetlivel, ami a befutó csomagjában lesz. Úgy örül, hogy mint tavaly, a színpad környékén elhelyezett dobozokba kell majd beledobni az ő általa támogatott iskolának a dobozába a saját kis cetlét. Ezt össze fogjuk számolni, és a végén megmondjuk, hogy abban az iskolában hány métert futottak egy főre vetítve. Mi 16-ban kezdtük el, illetve dolgoztuk ki a Vedasznak a stratégiáját, és abban a szabadidősport kiemelt szerepet kapott, illetve az, hogy a Vedasz váljon egy szolgáltató egyesületé, ahogy ugye a város egy szolgáltató város, és felismertük azt, itt a futónak kapcsán látszik a leginkább, hogy ugye a saját erőforrásaink azok kevesek hozzá, ahogy polgármester úr elmondta, hogy sok mindenre képesek vagyunk, de bizonyos határainkon nem tudunk túllépni, és ennek van nyilván egy finanszírozási oldala is, és a Rotary-ba azon kívül, hogy közös céljaink vannak, és azt gondolom, hogy az elejétől kezdve egy közös hangot és szimpátiát találtunk. Nyilvánvaló, hogy az anyagi források bevonása is volt az egyik fő aspektus, amit a Rotary hozzá tudott tenni ehhez az együttműködéshez. És nem árulok el szerintem nagy titkot, hogy ez egy közel 10 milliós költségvetésű rendezvény, amit a Vedasz nem tud önmaga előteremteni, és akkor, amikor a korábbi futónapokat szerveztük, hát ennek a 10-15%-a állt rendelkezésünkre. És hogy mi azt gondoljuk, hogy ha bevonjuk a megfelelő partnereket az együttműködésbe, akkor kvázi egy olyan tőkét tudunk mi is megmozgatni, ami jelentősen túlmutat a saját költségvetésünkön, és hogy ezt meg úgy tudjuk visszaadni a városnak, mármint azt a támogatást, amit belénk fektet, amit ugye nyilván nagyon köszönünk, hogy mi ezáltal duplikáljuk, vagy megsokszorozzuk azt a támogatási összeget, amit vissza tudunk hozni a városba azzal a tevékenységgel, amit végzünk. És a tegnapi súlylökőpárban is egyébként egy jó példa volt erre, mert arra se lett volna saját magunktól elegendő pénzünk, de ahhoz is vannak már támogatóink, nyilván a Rotaryn keresztül is, meg máshonnan is. És amikor ide jönnek a más városból, és megkérdezik tőlünk, hogy nektek ilyen polgármesteretek van, aki súlytlök. Ezt tegnap kérdeztem, mondom, igen, nekünk ilyen polgármesterünk van, de mondom, nem csak a polgármesterünk lök súlyt, hanem a mi közösségünk lök súlyt, és amúgy meg fut, meg focizik, meg minden más csinál, és hogy mi ezt próbáljuk előre mozdítani, és hogy előbb-utóbb valószínűleg még az atlétikából is ki fogunk lépni, hiszen mindenhova hívnak minket, hogy vegyünk részt egy-egy program megvalósításába, azért, mert jók a partnereink, tehát jól tudunk szolgáltatni. Így kerestek meg most a VKS-től, hogy a 3 hét múlva rendezvényen is vegyünk részt, tehát hogy azt látom, hogy ez egy folyamat, és ugye szolgálja azt a célt, hogy tényleg egy közösség formálódjon, növekedjen, dolgozzon együtt, és 23-ra ez nagyon jó ki fog teljesedni. Az, hogy az atlétikai VB is még itt lesz Magyarországon, az meg aztán végképp még egy nagyobb léptékű gondolkodást igényel a részünkről, de természetesen ebbe is gondolkodunk. Hát remélhetőleg a következő hónapban már az első kapavágások meg fognak történni a stadionba, úgyhogy a stadion felújítás is meg tud indulni, ennek is nagyon örülünk, és hogy ezek a programok is kellenek ahhoz, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy igen, ide Veszprémbe jó helyre kerül a pénz, nem csak helyből, hanem máshonnan is. Az én feladatom még elmondani azt, hogy a profi futás hogyan alakul, ugyanis van egy tömegfutó része a versenynek, de lesz egy hosszabb táv is. Tavaly 7 kilométer volt, ezt idén 10 kilométerre bővítettük, és fontosnak tartottuk azt is, hogy ebbe is legyen sportszakmai előrelépés, ahogy tegnap a Liga versenyt rendeztünk, most itt meg már hivatalos 10 kilométeres verseny lesz. Ez azt jelenti, hogy bele fog számítani a ranglistába, profi futók hivatalos versenytávot tudnak teljesíteni. 2 nap múlva lesz egyébként pénteken a hitelesítése a pályának. Ez egy 3-4 órás folyamat, a Magyar Atlétikai Szövetség delegált szakembere fogja hitelesíteni a pályát. Szemály János kollégám volt az, aki rengeteget dolgozott azon, hogy hogyan tudunk úgy elkanyarodni és visszafutni a Csolnokin és az Almádi úton, stb., hogy az pont 10 kilométert adjon ki. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a rajt célkapu mozgatásával a területen belül egy ilyen 300-500 méteres mozgásterünk van, úgyhogy így meg lesz pontosan, hogy hova kell letűzni a célkaput ahhoz, hogy meglegyen a 10 kilométer.
És hát lesznek természetesen profi indulók, a Vedac részéről is, a Koszár Zsolt, aki félmaratonon magyar bajnokunk, bizodalmunk szerint ő fogja nyerni majd a 10 kilométeres távot, de hát természetesen ugye a sportban semmi sem biztos. Itt lesz Kovács Tamás rondolóimpikonja is, és természetesen a fiatal sportolóink is rajthoz fognak állni, három kategóriában, ugye a felnőtt, a utánpótlás, ami az U23-at jelenti, illetve a szenior kategóriába is, és hát fontos látni azt is, hogy szeniorban is egyre többen vállalkoznak a hosszabb távra, és azért a szenior szó szerintem még egy kicsit, ugye a veterán végképp egy olyan szóhasználat, hogy azt gondolja az ember, hogy öregek futnak, de hát ugye azért 35 év feletti emberekről van szó, és hát azért hát sokuktól megirigyelhetjük azt az állóképességet, illetve erőt, amit képviselnek. Úgyhogy abban is bízunk, hogy ez a 10 kilométeres táv is egy kicsit jobban megmozgatja az embereket, és elindulunk egy profi futás irányába, hiszen ugye nem titkolt cél az, hogy egy profi utcai futóverseny is legyen itt Veszprémben, és ezt is lépésről lépésre kell felépíteni. Úgyhogy most az első lépés ez a 10 kilométer. Átadták az év mentőse díjat, ezúttal Tóta Tamás, az állomás korábbi vezetője vehette át az elismerést. A következő percekben erre az ünnepségre hívjuk nézőinket. Ugye, ahogy Tamás is fogalmazott a rá jellemző szerénységgel, hogy ő csak a munkáját végezte. Mi is így vagyunk sokszor a városban, hogy nyilván nagyon büszkék vagyunk arra, hogy szépül a város, megújulnak régi épületek, esetleg vadonatúj épületek nőnek ki a földből, utakat újítunk meg, kézilabda csapatnak a sikereinek is tudunk közösen örülni, Európa kulturális fővárosa leszünk 23-ban, tehát ez mind-mind örömre ad okot. Viszont mindez semmit nem érne, hogyha a veszprémiek nem éreznék magukat biztonságban. Akkor nem ezekről a fontos és látványos fejlődési eredményekről beszélnék, hanem arról, hogy félünk a városba, félünk attól, hogy bármikor bármi történhet velünk. Félni kellene attól, hogy egyedül vagyunk, és az összes nehézséggel, az összes problémával saját magunknak kell megküzdeni. De hál' Istennek azért tudjuk ezeket a sikereket, a látványos sikereket megélni, mert tudjuk, hogy a biztonságunk Veszprémben rendben van. Tudjuk azt, hogy ha bármi baj van, akkor nem vagyunk egyedül. Abban a tudatban neveljük a veszprémi gyerekeket, abban a tudatban tudjuk biztonságban az idős szüleiket, hogy tudjuk, hogy nem történhet velük baj, illetve hogyha megtörténik a baj, akkor mindig van, aki segít. És ezért fontos az az elismerés, nem véletlen, hogy Veszprémben az év rendőrét, az év tűzoltóját, és ugye az idei harmadik év, amikor az év mentősét is elismerjük. És pont azt a hétköznapi munkát, ami mindannyiunk biztonságát jelenti, azt szeretnénk elismerni. A magunk és a televízió nézők nevében is szeretnék gratulálni, és polgármester úr gondolatait folytatva azt hiszem a legnagyobb köszönet azért a biztonságért jár, amit megélhetünk a mindennapokban. Köszönöm szépen, igyekeztem a dolgomat elvégezni tőlem telhetően legjobban. Igyekeztem annak idején, amikor vezetői funkciókat töltöttem be, törekedni arra, hogy a kollégáimat ebben segítsem, hogy ők ezt megtehessék szintén. Az esetek túlnyomó többségében bizonyára ez így is ment, hiszen panaszokat nagyon nem kaptunk. Ami volt, az eseti szporadikus jelenség volt, és nem is biztos, hogy a szakmai tevékenységünk kapcsán merültek fel, hiszen emberek vagyunk ahányan annyi félék, és ennek köszönhetően bizony nem mindenkinek egy-egy szava megnyilvánulása tetszik a érintett civilnek, már bocsánat, hogy így mondom. És hát persze voltak panaszok, de ezek a panaszokat lehetett kezelni. Igyekeztünk a dolgunkat jól csinálni. Nagyon jó, hogy ezt a sokszínűséget említi, hiszen erre a pályára is mindenki más irányból érkezik valószínűleg. Önnek honnan sikerült erre a pályára érkezni, és mi volt az, ami magával ragadta? Én régebben, illetve mielőtt idejöttem volna, hosszabb időn keresztül tolmácskodással, nemzetközi együttműködéssel foglalkoztam. Elment tőle a kedvem, és hát a körülményeim úgy alakultak, hogy az egészségügybe kötöttem ki. Talán évekkel korábban kellett volna.
De ez azt is jelenti, hogy ez a tűz ez a mai napig tart, itt hallhattuk a mai ünnepségen is, hogy hát nagyon sok egyéb tevékenységet is folytat a mentőállomáson folytatott tevékenységeken kívül. Mik azok, amik a továbbiakban is kísérik a nyugdíjazás után az pályáját? Közalkalmazottak voltunk, illetve vagyunk itt a mentőszolgálatnál, ennek köszönhetően én a mostani érvényes előírások szerint a mentőszolgálatnál nagyon nem tudok tevékenykedni. Megpróbálok a Vöröskereszten keresztül valamiféle munkát végezni, egyenlőre még ez ügyben az első tapogatózó lépések voltak, hiszen idáig, mielőtt hivatalosan és nyugdíjban nem kerültem, nem foglalkoztathattak volna. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. De a Vöröskereszttel, ha jól tudom, megvolt a kapcsolat, illetve a gyermekek számára megrendezett elsősegélyversenyeken sokszor láthatták. Na most az elsősegélyversenyeket, azokat nem mi szerveztük, nekünk annyi dolgunk volt, hogy amikor a selejtezők zajlottak, akkor különféle versenyhelyszíneken zsűritagként kellett közreműködni. Ezt szívesen tettem mindig, és érdekelt is, hiszen egyrészt az utánpótlásnak kedv csináló eljárás is, másrészt pedig a lakosság körében kívánatos lenne amúgy is az elsősegély ismeretek minél szélesebb körű terjesztése. Ennek is egy módja lehetett az, hogy a gyerekeket iskolás korban ilyen formán általános középiskolásan vagy fiatal felnőttként érdekelté tegyük, és a társaságukat, a barátaikat esetleg ez is felkelti az érdeklődésüket, lehet, hogy ez hasznos. Ugye erre vonatkozóan statisztikáim nem voltak, szerintem másnak sem, hogy ebből eredően hányan lettek azok, akik a továbbiakban valamilyen tanfolyamot végeztek. A másik az pedig a jogosítványszerzés kapcsán a közúti elsősegély ismeretekről való számunkérés. Nem volt jó hírem a vizsgázók körében, de az is igaz, hogy néhányan, akik megbuktak nálam, később megköszönték. Nem voltak sokan, ez igaz, de néhányan belátták, hogy hát van egy határ, ami alá nem lehet menni, a jó szívűséggel sem. Mi a reménye, vagy mit érez, hogyan látja azt, hogy egyébként mennyire vagyunk tudatosak abban, hogy a baj bármikor megtörténhet, és jó, hogy szakemberek segítségére is számíthatunk, de fontos lenne, hogy önmagunknak is alapvető tudásunk legyen, tehát legalább nagyobb bajt ne okozzunk, amíg a szakember meg nem érkezik. Nekem az a véleményem, nem biztos, hogy mindenkinek a véleményével egyezik, de az a véleményem a tapasztalataim alapján, hogy a magyar lakosság egészségkultúrája az egy botrányosan semmit érő szintű. A saját szervezetük működésével nincsenek tisztában az emberek. Néha évtizedes lemaradásban vannak a kívánatos eljárásokat illetően. Nem egyszer találkozunk még mai nap is olyan eljárásokkal, amiket az elmúlt század 50-es, 60-as éveiben sem biztos, hogy már jó néven vettek a szakemberek. Nem egyszer Gárdonyi Géza Egri csillagokban is szereplő eljárást is találkoztunk már, hogy pókháló és penészes kenyér, meg a tutajos kezelése a Nancsi néni által a Püskevár kapcsán. Tehát ezek a lakosságnak az ismeretei nagyjából itt tartanak. A széles körű ismeretek. Hát aztán kívánatos lenne, hogy a lakosság tanuljon ilyesmit, mert hiszen nincs 10 millió mentő dolgozó, nincs 10 millió mentő, hogy minden magyar állampolgár mögött lehessen egy ilyen. Szép lenne, hogyha ilyen lenne, de a világon nincs ilyen ország, aki erre képes. Igenis, a lakosságnak szükséges lenne, hogy továbbra is minél szélesebb körbe tanuljon ilyet, és tanuljon. Ne csak a vizsgára készüljön fel, hanem tudja is adott esetben alkalmazni, mert laikusból van a legtöbb. Azok vannak a helyszínen, azok vannak ott, amikor egy baj bekövetkezik, és hogyha azok nem tudnak segíteni, ezzel kinyújtva azt az időt, hogy a szaksegítség megérkezhessen, akkor annak az embernek nincs, hogy mondjam, túlélésre sok esélye. Egyrészt, másrészt ezzel lehetne növelni az ország átlag életkorának a növelését is, és a halálozások számát is lehetne csökkenteni. Tőlünk nyugatabbra eső területeken, hogyha valakinek a családjában bekövetkezik egy szívkoszorúérbetegség, ami miatt mondjuk infarktust kap az illető, vagy netán valamiféle akut beavatkozásra szorul, akkor azoknak a családját ott kiképezik.
hogy mit kell tenni akkor, hogyha ilyen panaszol lesz, hogyha azt kell csinálni vele, stb. Mert csak ők fognak tudni rajta segíteni, ők vannak mellette. Nem a mentő, nem a szakorvos, a lakosság. A lakosságot kéne tanítani, nem lenne baj, hogyha ezt iskolába tennék. De valahogy ebben a nemzeti alaptanterben ez még nem sikerült beletenni. Nagyon lelkesen beszél róla, én nekem az az érzésem, hogy még tervezi, hogy tenni fog ezért. Igyekszem én valamit tenni, még az előző gondolathoz annyit, hogy fontos a sport, na de azt is kéne tudni, hogy ha baj van, akkor mit tegyünk. Ezt most azért mondom, hogy a napi testnevelés órák fontosak, nyilván az embert mozgásra kell késztetni, meg kell mozgatni, hogy tudja, hogy az jó, egyébként tényleg jó. De ugyanakkor azt is meg kell neki tanítani, hogy vajon mi a teendője akkor, hogyha ennek ellenére valamiféle bajba keveredik a társa. 75 évvel ezelőtt alakult a Puma vadászrepülő ezred, tavaly Veszprémben a Levéltár udvarán emléktáblát állítottak. Most néhány nappal ezelőtt újra emlékezni hívták az érdeklődőket, a következő percekben az ünnepségre hívjuk nézőinket. Irányok felállítási egy. Lassú 10 lépés. Így. Dúj! Díszérök! Fegyvert lát! Hozz! Díszérök! Fogadás középről! Tiszte! Lök! Veszprém város önkormányzata és a Bakony-Balaton régió ifjúságáért alapítvány közösen tisztelgett a 75 éve alakult Magyar Királyi Honvéd Légierő és a Magyar Királyi Honvéd 101-es Puma vadászrepülő ezred hőseinek emléktáblájánál az egykori utasi altisztképző intézet a mai levéltár oldalában. Emlékező beszédében Piros György nyugalmazott miniszteri tanácsos elevenítette fel az alakulat teljesítményét, a 372 nap háború szolgálat alatt 3120 gépbevetésen aratott, 408 légi győzelmet. Szolgálatuk reményt ébresztett honfitársaikban, hogy van, aki megvédi őket a terrorbombázástól. A Pumák 51 pilótája halt hősi halált a világháború utolsó évében, míg az életben maradottak sorsa a hadifogság és az azt követő 4 évtized számkivetettség lett. Volt lehetőségem, hála a sorsnak, 1991-92-ben és az azt követő rövid időszakban, egyrészt a magyar, másrészt a nemzetközi pilóta társadalommal találkozni. Itt Magyarországon volt egy megemlékezés, ahol találkoztak a világháborúban részt vett úgynevezett ellenfelek, és többek között Szentkirály szabadjára is ellátogattak. Ennek a látogatásnak egy érdekessége volt, hogy ezeket a pilótákat, főleg a Puma ezred pilótáit megleptük, és kivittük helikopterrel, amiről ők nem tudtak, kivittük a Jutas-Pusztai repülőtérre. Hát elképzelhetik, hogy micsoda élmény volt, és micsoda a meglepetés volt az ő számukra, amikor kiszálltak a régi munkahelyük a repülőtérnek a területén. Az, hogy ők itt szolgáltak, az, hogy ezt az egy évet a világháborúban teljesítették, és a hazáért küzdöttek, az utána, hát a következő 40 évben egy nagyon nehéz sorsot rót rájuk. Milyen mennyhülés, vagy milyen jóvátétel az, amit mi most tehetünk, a mi generációnk tehet? Tudja, érdekes a kérdés felvetése is, hiszen én még ennyi raktári munkással, segédmunkással, különböző olyan méltatlan helyzetű emberekkel nem találkoztam, mint abban az időben, a 90-es években, amikor már kezdtünk róla beszélni, amikor már rehabilitáltuk őket, amikor már visszaadtuk a rendfokozatukat, és elismertük az ő életüket, az ő munkásságukat. Elégtételt kaptak, vagy kaphattak, de ők soha nem békéltek ezzel. Méltatlanul bántunk velük az azt megelőző évtizedekben. Én nagyon jól emlékszem arra, amikor találkoztam velük, és a rendfokozatukat kapták vissza, hiszen kisemmiszték őket a második világháború után. Addig jók voltak, még az úgynevezett demokratikus hadsereg pilótáit képezték, de utána abban a pillanatban, ahogy kiképzést nyertek, és jött a szovjet éra, akkor ezeket az embereket kisemmiszték.
többen ültek börtönbe, és méltatlan körülmények között éltek. Az ő jelvényük, a puma fej, mennyire illeszkedik, hogyan illeszkedhet Veszprém városhoz és a Veszprém város katonai hagyományaihoz? Hát ugye az alakulatoknál mindig úgy van, hogy a választott jelvény, vagy az ő általuk megálmodott címer, vagy jelképrendszer az mindig megy, kíséri őket mindenhová, így aztán nyilván Heppes Aladárnak az érdeme is az, hogy hozta ide is, amikor a Jutaspusztai repülőtérre kerültek, és most pedig a Szentgyörgyi Dezső vadászrepülő ezrednek egy nagyon nemes és méltó gondolata volt, amikor a puma jelvényt, a puma ezred jelvényét használták és használják ma is. Több civil szervezet vállalja föl mostanában, illetve hagyományőrző egyesület, hogy megemlékezik ezekről a nagy katona személyiségekről. Mik azok a feltáratlan területek még esetleg, ahol érdemes lenne, ahol még vannak olyan személyiségek, akikre jó lenne, hogyha a város közössége emlékezne? Hát én jó szívvel ajánlom, a mi egyesületünk, a Magyar Tartalékosok Szövetsége, Veszprém megyei egyesülete, nekünk is nagyon sok feladatunk van, hiszen itt az első háború ezrede, zászlóalja, szolgált, települt, és hát abban is van nekünk is nagyon sok szerepünk, hogy egyáltalán a tudományos munkatársakkal, a múzeum és egyéb más kutatók segítségével a fiataloknak továbbadjuk az ő életüket, ismertessük meg velük az ő pályájukat, és ismerjük meg azokat a történelmi körülményeket, amik között ők szolgálták a hazát. Az érdeklődőket lovas és ló, illetve póni lovas fogadta Herenden a Pesovár Ernő művelődési háznál. Nem véletlen, hiszen az emeleten megnyílt a Lovas Nemzet Voltunk című kiállítás. A művésznővel Görög Gabriellával még a tárlat megnyitása előtt beszélgettünk. A kiállítás címe az, hogy lovas nemzet voltunk. Ezen nagyon sokan meglepődhetnek, hogy mi az, hogy voltunk, miért már nem vagyunk azok? Részben, nagyon kis részben vagyunk csak lovas nemzet, mert ha visszanézünk a történelembe, hogy mi mindenre használták a lovakat, a mezőgazdaságban, a háborúban, a vadászatban, ahhoz képest ma már inkább csak szórakozásban, sportban vagy díjlovaglásban használják, vagy pedig ilyen beteg gyerekek gyógyítására, terápiaként. Uh-huh. Ilyen beteg, akik elszakadtak a természettől, és próbálják őket így visszamentegetni az életbe, nem úgy, mint mi, mindenkik kinn éltünk annak idején, teljes természet közelbe, és az volt a normálisabb szerintem. Az minek köszönhető, hogy ennyire vonzódsz a lovakhoz? Mert ugye hát kell egy vonzódás, különben nem festelél ennyi lovasképet. Először a vadászathoz vonzódtam, mivel nekem is van vadászvizsgám, sokat jártam is vadászni, de aztán rájöttem, hogy azért én inkább csak ilyen hátizsákcipelő vadász voltam a férjem mellett, és nem esett jól a lövöldözés. És akkor még nem tudtam, hogy festeni fogok. Történnek velem ilyen dolgok, hogy nem tudom még előre, mit miért csinálok, de eljön egy idő, ja, hogy én festeni akarom, azért kell tudnom ezt a dolgot, mert anélkül nem lehet, hogy a vad például melyik évszakban milyen háttérrel látható. Uh-huh. Na és akkor utána vadászképeket festettem, mindenféle vadászportrét, vadászjeleneteket. De ezt hogyan? Emlékezetből, vagy eleve kimentél valahova és megnézted? Azért mentem ki, fotózgattam, igen, tájakat beleillesztettem a képbe. És akkor úgy már a több századiknál úgy mondtam, hát én tudok én mást is biztos, nem csak vadászképeket. És akkor jöttek a falusi életképek. De ugye az ember egy kort megél, akkor elkezd úgy visszagondolni a gyerekkorára, hogy hol nőtt fel, és akkor ott miket látott, hogy az emberek mivel foglalkoztak, például milyen szakmák voltak itt a faluban. Nem kell, ki se kellett menni a faluból, mert minden szakma megvolt. A pék, a szabó, szóval minden. Uh-huh. És akkor ilyen foglalkozások, meg a mezőgazdaság. Na, ezt a témát is kielemeztem rendesen, úgyhogy akkor következett eljött a húsvét egyik alkalommal, és akkor én bibliai képeket festettem, az is egy körülbelül ennyi volt, és feltámadás címmel. Uh-huh. Hogy a főkép
volt a feltámadás, na akkor hívtuk meg a Miklós atyát, és segített bibliaórát tartani. Uh-huh. Akkor de ezek szerint akkor az a korszak is elmúlt? Nem múlt el, csak a képekben van lezárva. És akkor jött egy ilyen kis kiruccanás, mint a csendéletek, nem csak úgy, hogy vázában virág, hanem így mindenből lehet csinálni csendéletet. Én úgy vettem észre egy picikért különböző a többiektől, mindenben mást akarsz. Amikor beszélgettünk arról, hogy hogy legyen a kiállítás megnyitó, hogy milyen képek legyenek, hogyan legyenek feltéve, igen, milyen zene szóljon, akkor is úgy vettem észre, hogy próbálsz valami mást csinálni. Annyi buta, értelmetlen hagyomány van már, és az emberek abból nem tudnak kiszakadni. Mondjuk a nagyon szép kőbevésett hagyományokat tisztelem én is ezután is, uh-huh, de amire úgy látom, hogy értelmetlen, azon mindenképpen változtatni akarok. Már ott kezdődött, már otthon, hogy anyukám, nem így vált a klumpit hosszában, nem keresztben, mert akkor... Na, szóval ebből úgy ki, uh-huh, ki akartam, hogy lépni, nem pont a klumpi hámozásból, csak úgy sok mindent... Azért szoktam, hogy gondolkodni is. Ugye ez a mai kiállítás megnyitó, ez különbözik az eddigiektől, hiszen máshol szokott jönni valaki, aki megnyitó beszédet mond, szokott jönni valaki zenélni, igen, gitározni, hegedülni. Igen. Te azt mondtad, hogy nem, itt én akarok beszélni. Mert hogy? Mert hogy úgy gondolom, hogy ez a kiállítás ne én rólam szóljon, nem kell engem dicsérni, én a lovakat akarom bemutatni, ezt a letűnt világot akarom megörökíteni és elhozni ide a Herendi Művelődési Házba, kirakni képekbe, és akkor lássák az emberek, hogy vagy érezzék, hogy legalább egy órácskára ki tudnak kapcsolódni ebből a túl gépesített világból, uh-huh, és akkor egy át akarok adni egy kis üzenetét, hogy ne rohanjunk annyira előre a gépek, hanem mindig kicsit, hogy lépjünk is vissza a kertet, akkor azért lépjünk közben vissza is a múltba. Miért pont a lovak? Van otthon tehénképen is, tehát tehenünk a bimbó, meg van festve. Hát most már egy témát körül be akarok zárni. Egy, uh-huh, mondjuk a lovas téma, az kimeríthetetlen. Hát tudtam volna még menni ebbe pár kilométerre, még ezekből a lovakból, mert uh-huh, annyira kihagytam még sok mindent. Nekem az első lovas élményem, amikor ugye megszülettem, és azzal hozott apám 2-3 napos koromban, és a csengő, még mintha azt is hallanám még mindig úgy. Ezek a zajok, amit az állatoktól hallunk, az egyszerűen mind az Isten talált adományai, hogy annyira kellemes a fülnek. Bármit hallasz, lódobogást, vagy nyerítést, vagy madárcsicsergést, ez olyan pihentető. De gondolom a mostani lovas kiállítás akkor ezzel a 24 képpel lezárul? Hát nem biztos, hogy lezárul, mert otthon is elkezdtem még, de mondom, ó, most már elfáradtam, most már itt van az idő, akkor mit kínlódok még? Az a lényeg, hogy most van a mezőgazdaságból, van minta, van a hadászatból, akkor a nagyjaink, a Széchenyi, ugye megfestettem akkor a Ady Endrének ezt a Krisztus kereszt című versét, ugye gondoltam, hogy ha már itt a halálának 100. évfordulójára, hogy én is tudjak tisztelegni ezek. És mondd csak, hogyan tovább? Mi a következő hogyan téma? Tovább? Tájképeim vannak otthon, de az nagyon-nagyon jók, azt mondják, csak hogy mindig úgy pihentettem, na majd jön a tájkép. Eladod őket, vagy igen, ezeket sohasem? De vizes tájképeket, erdős tájképeket, uh-huh, és madarakat is nagyon szeretek, azt nagyon elviszik, mert jól tudom csinálni. De azért vannak átfedések ám, a két kiállítás, mondjuk, hogy vadászos és lovas. Át tudom tenni mindegyik témában, mert ott van, például van ott egy bibliai kép is, mert ott azt mondjuk csak szimbolikusan, mikor Illés a tüzes szekéren, tehát sok meg van festve a lódáz, valóságban nem lovon ment föl, hanem ezek ilyen lelki dolgok inkább. Gabi, számoltad, hogy hány kiállításod volt már? Nem számoltam, mert 25 éve festek, és ezt nem tudnám megmondani, és nem egyenlő. Van, amikor úgy gyakrabban, van, amikor úgy áldolok, vagy akkor csak otthon játszadozom vele. Azt mondtad nekem, hogy volt legalább 300 olyan vadászkép, amit elvittek. Hát abból csak annyi van, hogy tudok kitenni egy 15-öt maximum. Így. Akkor az egész országban mondhatjuk, hogy Görög Gabi képek vannak? Igen, mert amerre jártam, Zalát bejártam, Kecskemét, a Keszthelyi kastély, meg ilyen vadásznapokon mindig jöttek át az osztrák, meg a szlovén vadászok, és egyet láttak, és akkor jaj, de jó! És olcsón adtam aránylag, és akkor láttam, milyen örömmel viszi. Hát ennél jobbat nem tudok magamnak kívánni. Magazin műsorunk végéhez érve köszönöm nézőink figyelmét, további szép estét kívánok, viszontlátásra!